már az utolsó szőlő szemeket szedik az egri borvidéken. Nézzük, hogyan zajlott az idei szüret és milyen borok várhatók. ...2024 rendkívüli év volt. Olyan hamar kezdődött a szüret, mint még soha, augusztus közepén, vagy még egy kicsit inkább tizedike körül, az ésai olivérrel, illetve hát szeptember végére a nagyüzemi feldolgozás gyakorlatilag befejeződött. Az egri borvidéken jobb minőségű szőlő termett, mint tavaly, és mennyiségben is meghaladta ezt. Gyakorlatilag a 4600-800 hektárról szüretelünk az idén, és egy olyan 75-80 mázsás hektáronkénti átlagterméssel számolunk. A minőségében pedig a 21-es, 18-as évjárathoz hasonlítják a borászok. Nehéz volt borászatilag az év, hisz összeértek a szőlők az augusztusi 40 fokos hőségbe, illetve a csapadékhiány miatt. Ez volt leginkább a borászatoknak az összehangolás tekintetében a kifejezetten nehéz, hisz minden szőlőt lehetett volna szüretelni egyszerre, a sav és a pH egyensúlyt a cukortartalommal függvényében összeállítani a szüretet, ez nehézségeket okozott. Jellemző egyébként az egész évjáratra, hogy a lényeredék az a korábbi 65-70%-hoz képest inkább a 60 alatti vagy 60 környéki légkihazatal mutatja, egy Cabernet fajnálán meg még akár 50%-ot is rá is lecsökkenhet. Tehát a korai szőlők azok kicsit kényszerérettek voltak, a cukorfokban is elmaradtak a várakozástól, a kívánalomtól, de a szeptember elején az a néhány 5-10 mm csapadék egy kicsit felfrissüléssel hatott, illetve a később érő fajták, a kékfrankos, a kabernék, az olaszizning, ezek már jó minőségben jöttek be, és erre alapozzuk azt a minőségi várakozást, hogy jó minőségű, vagy mondhatni azt, hogy kiemelkedő minőséget fog produkálni a 24-es évjárat. Ez egy rendkívüli állapot, hogy ebben a pillanatban még születelünk egy magánborászatnak a késői élelésű Cabernet Sauvignont szedjük, amit elsősorban egyébként a csapadék, október elejé csapadék nyújtott ki ilyen hosszúra, mert valószínűleg egy héttel, 10 nappal már hamarabb leszettük volna. Az, hogy a szőlő megérik, azt mutatja a cukorfoka. Néhol problémát is okozhat, hogyha túl magas cukorfokkal születelik. Egyébként ez olyan 22-23 cukorfok között vagyunk most. Több is lehetne, csak ettől a rengeteg 100 mm-nyi csapadéktól egy kicsit fölhígult, meg el is vékonyodott a héja. De a szőlő még attól, hogy magas a cukorfoka, az nem biztos, hogy az azt jelenti, hogy az meg is érett az a szőlő. Tehát a magja még nem érett, hordozhat magában zöld jegyeket, zöld ízeket, és ez a borászat ezt a zöld ízt, ezt a teljes érettségbe való, vagy majdnem már mondhatnánk azt, hogy túlérettségbe való szüretet tartja kívánatosnak, mert ott olyan ízzamatanyagokat tud még pluszba belevinni, ráadásul ezt még segítette a nulla fokhoz közelítő hőmérséklet is, tehát az a kicsit, hogy megcsípte a nem a fagy, mert fagy nem volt, de a kicsit a hideg, az még egy kis pikantériát tud kölcsönözni a bornak. Először most várton napi újbor kóstolások vannak, amely ugye az jó hagyománya is van már a borvidéken, sok pincészet szervez erre rendezvényt, kóstolási folyamatokat. Ez egy megjelenése az adott évjáratnak az első boraikkal, és hát szépen letisztult, vagy kellően letisztult borok is vannak már ehhez. Nyilván nem kell ennek még nagyon piacosnak, vagy a tükrösnek lenni, úgymond, tehát nem palackba töltési, tehát nem kell technológiával agyon kínozni a bort, hogy megfelelődjen ahhoz, hogy palackba tegyék. Gyakorlatilag az ízzamat,
kiérjett alkoholtartalma mindenképpen kóstolható, és ez meg is fog történni.